Kárpátalja fejlesztési stratégiájában prioritása van a határon átnyúló kapcsolatok és határmenti kapcsolatok fejlesztésének. Eddig 18 régióval van Kárpátalja megyének olyan kapcsolata, ami valamilyen együttműködési szerződésben is formát öltött. Legutóbb Kárpátalja megye és Borsod-Abbó-Zemplén megye, korábban pedig néhány nappal Kárpátalja és Bács-Kiskun megye között kötöttünk együttműködési szerződést. De azon kívül több száz olyan település van, akiknek testvértelepülési kapcsolatai vannak, amelyek gyümölcsözőek, és ezeknek a száma egyre növekszik. Hát a külföldi befektetőknek, magyarországi befektetőknek fel tudjuk ajánlani Kárpátalját, mint olyan megyét, ahol van lehetőség beruházásra, ugye a gazdaságban, mint a turizmusban, leginkább a turizmus az, ami kecsegtető, hiszen a megyének húzóágazata, és 2,5 millió turista látogatta tavaly évben is Kárpátalját, ami az itteni lakosságnak a duplája. De ajánljuk azt, hogy ahhoz, hogy a bürokrácia akadályait könnyebben legyőzzék és biztonságosabban folytathassák az üzleti tevékenységüket, hogy keressenek maguknak partnert, itteni partnert, akivel közös vállalatot, közös beruházást indíthatnak el, és úgy biztonságosabb. Mindenképpen fontos a megye számára. Pillanatnyilag 47 országból vannak jelen különböző vállalkozók, és Kárpátalja azon 10 legjobb megyéhez tartozik Ukrajnában, ahol a legnagyobbak a beruházások, a külföldi beruházások. Hát a legfontosabb a gazdasági együttműködés. El kell mondani, hogy azon kívül, hogy vannak magánvállalkozások, hát Magyarország, magyar kormány jelentős mértékben támogatja Kárpátalját, és az itteni kis- és középvállalkozókat, illetve gazdákat az EGAN-EDE gazdaságfejlesztési stratégiai terv keretein belül az elmúlt 3 évben összesen 5400 kis- középvállalkozó, illetve farmer, gazda és turizmussal foglalkozó egyén kapott támogatást, több mint 10 milliárd forint értékben. Jutott ezzel lehetőséghez, a megélhetéshez, a boldoguláshoz, és nagyon sokan közülük még másoknak is, 5-10 másik embernek és azáltal a családnak is munkát tudnak adni, és így megélhetést tudnak biztosítani. Jelentős az egészségügyi támogatás, illetve az egészségügyi téren való kapcsolatok, kórházak, egészségügyi intézmények közötti kapcsolatok. Magyarország irányából nagyon sok családi orvosi rendelő és kórház kapott különböző eszközöket, diagnosztizáló eszközöket, korszerű eszközöket, és összesen 39 családi orvosi rendelő felújítására kerül sor évvégéig a megyében kormánytámogatásból. Azon kívül felújítottak több kórházat, így például az Ungvári Járási Kórházat, vagy a Nagyszőlősi Járási Kórház gyerekosztályát, de a Nagybereznai Járási Kórház és a Szolyvai Gyerekotthon is kapott ilyen típusú támogatást. Elmondhatom még, hogy az oktatási téren is szintén az együttműködés jelentős, intézmények közötti együttműködés, például a Borsod-Abbó-Zemplén megyei szerződés alapján Miskolci Egyetem és az Ungvári Egyetem olyan együttműködés fog beindítani, amelynek keretében tanárcsere és diákcserére kerül sor, ottani tanárok, diákok jönnek ide az egyetemre tanítani, oktatni és előadni, illetve tanulni, ittenek pedig mennek oda, és lehetséges, hogy ez oda fejlődik majd, hogy akár itt is, ott is diplomát kapnak a diákok, akik ebben a csere projektben részt fognak venni. Nagyon sok támogatást kapunk Magyarország részéről az iskolarendszer irányába. Iskolafelújítások, intézményfelújítások történnek. Például az óvoda program egy nagyobb volumenű beruházásos projekt itt Kárpátalján. Összesen 59 óvodának a felújítására kerül sor év végéig, illetve 10 új óvoda fog felépülni. Elmondhatjuk még, hogy az együttműködés megnyilvánul a kultúra terén, a sport terén, a tudomány terén és más területeken is. A tudomány terén például a Debreceni Egyetem szakemberei vállalták azt, hogy a szlatinai sóbánya
ügyében kialakult technogén és ökológiai problémák megoldásában akarnak részt venni, szívesen részt vennek. Egy Európai Uniós pályázatot nyertünk, amiből finanszírozni lehet ezt a projektet. Az lenne a cél, hogy felkutassák a problémák gyökereit, és megoldást kínáljanak arra, hogy hogyan lehet elkerülni az ökológiai és technogén veszélyeket, illetve hogyan lehetne lehetséges-e felújítani ott az ottani óriási gazdag és nagyon jó minőségű sókészlet felhasználását egészségügyi intézmény céljából, gyógyítás céljából, aszmatikus betegek gyógyítása céljából, ami korábban volt, illetve hát a bányászat beindítható-e, ami lehetőséget teremtene arra, hogy az ottani emberek megélhetését biztosítaná.